Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A telefonnál Tétényi Éva, Esztergom független polgármestere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ha most lenne a ringben egy játékvezető, akkor azt hallanánk, hogy 1, 2, 3, 4, stb. 9, 10, és fölemelnék az ön karját, kiütéssel győzött Tétényi Éva. Ugyanis Megyes Tamás, az esztergomi, volt esztergomi polgármester 8 éven keresztül, és a jelenlegi önkormányzatnak is fideszes tagja, kiszáll a közéletből, sőt, a jelenlegi Fidesz frakció egyetlen tagja sem jelölteti magát a következő választáson. Hát aki figyelte az esztergomi eseményeket, az csak arra tud gondolni, hogy Tétényi Éva győzött, bár valószínűleg nem ezt a győzelmet szerette volna magának elsősorban. Azért én ezt nem mondanám még győzelemnek, ez azt jelenti, hogy elhatározás született, hogy ezzel a csoporttal vagy csapattal a Fidesz nem kíván a jövőben politizálni, azonban még a választásokig hátra van egy év, tehát ez akkor lenne igaz, amennyiben a holnap utáni testületi ülésen Megyes Tamás lemondana a képviselői mandátumáról, esetleg az egész frakció úgy gondolná, hogy akkor most kellene cserélni. Amennyiben ez nem így van, akkor azt mondom, hogy ez csak idézőjelben egy olyan bejelentés, amire már régóta vártunk ugyan, és hát voltak is ilyen ígéretek, de valójában nem történt még semmi. Látom, ön azért tényleg politikussá vált itt az elmúlt 3 évben, mert sokkal gyakorlatiasabban közelíti meg a dolgot, mint egy magamfajta újságíró. Nekem elég az, hogy Megyes Tamás kiszáll a közéletből, az egész Fidesz frakció távozni fog jövő ősszel. Ön azt mondja, nagyon szép, itt van még egy év, és ők ugyanúgy meg fogják keseríteni az én, mármint Tétényi Éva és az esztergomiak életét, mint eddig. Hát így igaz, azért azt tudom mondani, hogy az a világ akkor sem jönne, vagy jött volna vissza, hogyha ez a bejelentés most nem történt volna meg, mert azért Esztergomban nagyon sok minden történt az elmúlt 3 évben, és olyan ügyek láttak napvilágot, ami arra készítette immár most a Fidesz is, hogy ez bejelentse, hogy Megyes Tamástól meg kell válni. De azért Esztergomban nem a legnagyobb és az egyetlen egy bűnös Megyes Tamás, ő csak fémjelzi azt a korszakot, ami egy erőpolitizálással kíván eredményt elérni, hanem bizony az a magatartás az, amit nem csak ő, hanem a körülötte csoportosuló még 9 ember hoz, illetve hát jelenleg is működik Esztergomban. Ja, hát azért az ősbűnök talán legsúlyosabbik az Esztergom nagyon súlyos eladósítása, ez a 25 milliárdos, nem tudom most hol tart, adósság, aminek egy részét ugyan az állam átvállalta, de a megmaradó részével sem igen tudnak mit kezdeni. Ebből következik a városi közszolgáltatások egy részének leállítása, például a legutóbb a polgármesteri hivatal járműveinek elkobzása, lefoglalása, és így tovább, és így tovább. Vagyis olyan helyzetbe került Esztergom, hogy nemhogy ön nem tud független polgármesterként javítani rajta, de valószínűleg még egy teljes önkormányzati testületnek is nehézségei volnának. Ez tehát az ősbűn, de mi az, amivel az elmúlt 3 évben önnek az életét minden nap megkeserítették? Az együtt nem működés? Vagy mi lett volna, hogyha ők mindenben helyeselték volna azt, amit Tétényi Éva független polgármester akar? Nem kellett volna, hogy mindenben helyeseljenek, de az együttműködés hiánya az, ami miatt itt tartunk, ugyanis az az adósság, amit Megyes Tamás által vezetett előző önkormányzat rám hagyott, az körülbelül 2 év alatt lehetett volna hát túljutni rajta, vagy konszolidálni, különös tekintettel erre az állami adósság átvállalásra. Hát ez nem így történt sajnos, ezért ugye ennek most isszuk a levét.
A másik, ami mondjuk fontos ebből az elmúlt három évből, hogy konkrétan nincs tárgyalópartner, megjegyzem, még most sincs, tehát egy olyan ember, legyen ez egy államtitkár, egy új Fidesz vezető, egy frakcióvezető, akivel megállapodásokat lehetne kötni a város érdekében, és hát a legnagyobb bűn, ha így vesszük, az tulajdonképpen az, hogy egy demokratikusan megválasztott polgármesterrel nem hajlandóak leülni és szakmai alapon megtárgyalni a város sorsát. Ez a mostani fideszes bejelentés, hogy Megyes Tamás, sőt az egész frakció menni fog, nem annak a beismerése, hogy végül is önnek volt igaza, és hogy Esztergom városának lakói is többnyire így látják, ezért jobb menteni a menthetőt, és teljesen új ruhába átöltöztetni az egész helyi Fideszt? Úgy tűnik, hogy ez tényleg egy beismerés, ráadásul ez azért érdekes, mert a mai hírek még arról is szólnak, hogy megalakítottak egy úgynevezett összefogás Esztergomért formációt, amiben ugye teljesen új hangnemet, új magatartást ígérnek, és hát én jelentkeztem, hogy részt venni ebben az összefogásban, ugyanis amennyiben erre azt mondják, hogy igen, akkor valójában elkezdődhet egy közös munka. Ha erre azt mondják, hogy nem, akkor sajnos azt kell megállapítanom, hogy itt ténylegesen csak egy szerepcseréről van szó. És hát ez a garnitúra lejárt, aminek a bevallása egy nagyon becsületes dolog, hogy megtörténik ilyen nyilvánosan. Hát a változáshoz még várjuk az új arcokat, meg az új embereket. Ki az, aki meghirdette ezt az új összefogást, ezt a szövetség Esztergomért formációt, csak nem Megyes Tamás? Hát nem György Róbert az, aki most újra meg lett, vagy újonnan lett választva az élére. Itt a hát ő a helyi Fidesz elnök lett. Így van, a Fidelitas, a KDNP és egy rudnai alapítvány, akik most hát egy új összefogást hirdetnek, és várják mindazokat a polgárokat, szervezeteket, egyesületeket, akik Esztergom érdekében kívánnak tenni. Na most tegyük föl, hogy jó szívvel fogadják Tétényi Éva jelentkezését, azt fogja mondani a helyi Fidesz elnök György Róbert, hogy köszönjük, polgármester asszony, szívesen fölvesszük Önt ebbe az új szövetségbe, együttműködünk Önnel. Igen ám, csak nem ők vannak a helyi önkormányzatban, hanem Megyes Tamás és társai. Akkor hát erre utaltam, hogy ez a bejelentés, illetve ez a változás csak abban az esetben következhet be, konkrétan ők lemondanak, és most cserélik ki az embereket, vagy pedig elfogadják, hogy a jövőt tekintve ezt az egy évet inkább az építésre, mint a rombolásra kellene szánni. Mi az Ön által elképzelhető legjobb forgatókönyv ezután, a mostani bejelentés után? Hogyha ez nem csak időhúzás, nem csak a választók tudatos megvezetése és félrevezetése, hanem egy valódi együttműködési szándékot is tükröz, akkor hogy alakulna az élet a jövő héttől Esztergomban? Akkor mindenek előtt le kellene ülni, és a 2013 évi költségvetést előkészíteni, hogy mondjuk novemberre el lehessen fogadni. Ebben azért tudomásul kellene azt venniük, hogy bizony vannak olyan kiadások és bevételek, amik nem fognak teljesülni, valamint együttes erővel lobbizni a kormányzat, illetve az állam felé, hogy az Esztergomot sújtó több mint 1 milliárdos inkasszót valamilyen módon hát kárpótolja, hiszen nekünk 4 milliárdos ingatlan vagyont, tehát tulajdonképpen oda kellett adnunk az államnak, és egy olyan közös tulajdonképpen ügyeink rendbetétele történne meg, ami majd egy biztos alapot nyújthat a következő választásokra, azt kell mondanom, hogy bárkinek, akit az emberek megválasztanak. Ennek alapján akkor mégsem hirdetek még győztest, de azért annyit már bejelenthetünk, hogy az ellenfelet leléptetik. Köszönöm szépen, Tétényi.